Amisut on fimuak, mutta taluak on futpak kaiftim. Amisut taluak on kevekitimi sakitymme akitsuus kevek knipy. As ite siile tiimi sakitymme akitpak emi sakitymme vajuk. A mai második fogásunk, pontosabban az első, hiszen ez a leves tökéletes például a túrópalacsinta előtt is, ez egy télbúcsúztató paradicsomos kákáposztás minestrone lesz, nevezzük minestronének, legalábbis az olaszok szerint a mindent minestronének neveznek, amiben az összes zöldség benne van, ami éppen kéznél van. A kákáposztával még annyit csalok, annyi lesz a trükkje, hogy ezt nem csak simán nyersen bele fogom főzni a levesbe, hanem ezt előtte jó forró serpenyőn egy picit átpirítom, gyorsan kap egy ilyen kis karamellizált íz, szint, és szerintem ez rengeteg ízanyagot még pluszban hozzátesz. Közben én már a serpenyőt elkezdtem felhevíteni, teljesen zsiradékmentesen, olaj nélkül. Tehát a forró serpenyőbe jöhet néhány csepp olaj, és erre a kelkáposzta, ugye nem is kell hozzányúlni, gyakorlatilag nem kell mozgatni. Közben viszont elkezdjük a levest feltenni, ugye ez teljesen hagyományos módon indul, pici hagymát fogunk dinsztelni olívaolajon, ahhoz jönnek a zöldek. Mondjuk a káposztának ilyenkor már rögtön elkezdődik, elindul ez a jó kis édeskés illata, szerintem fantasztikus. Tehát az olajban üvegesre dinszteljük a hagymát, erre viszont a kelkáposztával ellentétben nyugodtan rögtön jöhet most a só, mert hogy akkor a hagyma ugye rögtön vizet enged, és sokkal gyorsabban, könnyebben fog megpárolódni. Közben persze azért néha érdemes ránézni a kelkáposztára is, de tényleg nem kell nagyon sokat mozgatni. Amikor már látjuk, ugye ilyenkor szépen látszik, hogy elkezdenek az alsó levelek egy picikét úgy odakapni, karamellizálódni, akkor már kicsit jobban lehet mozgatni, de ez pont annyi időt fog igénybe venni, amíg közben elindítjuk a leves alapját. Tehát hagyma, aztán nagyon fontos, szerintem minden olasz levesnek, vagy az olasz levesek többségének az egyik legfontosabb alapanyaga, ezeknek a hagymás alapoknak fontos kelléke, a starzeller, ugye nagyon-nagyon jó ízt ad hozzá. Bors már most jöhet rögtön hozzá. Amikor a hagyma és a starzeller nagyjából megpuhult, azt ugye fogják látni, és akkor jöhet hozzá egy egész doboz hámozott paradicsomkonzerv. Tehát a paradicsomkonzerv, illetve, hát hogyha van kéznél leszűrt zöldségleves, vagy alaplé, vagy egyszerűen sima. Ilyenkor körülbelül egy olyan 10-15 percig nyugodtan hagyjuk főni, pici sót, borsot lehet ilyenkor is tenni hozzá, és amikor már tényleg minden megkukult a zöldség alapból, akkor ugye kettő dolog lesz majd tulajdonképpen a tartalma a levesnek. Egyrészt ez a kelkáposzta, amit már gyönyörűen közben elkezdett pirulni, meg ugye látják, össze is esik az egész, illetve konzerv, már megfőzött fehér bab, tehát elég laktató, tartalmas és nagyon-nagyon finom szerintem. Amikor a hagyma és a starzeller megpuhult, akkor már jöhetnek is. Ugye a bab és a kelkáposzta tulajdonképpen készen vannak, tehát azokkal főzni igazából nem kell, tulajdonképpen csak összemelegítjük, egy picit érjenek össze az ízek. Úgyhogy a káposzta is, így ahogy van, jöhet bele, ugye egyszerűen attól, hogy megpirítottuk, sokkal finomabb az íze. Ilyen jó, sűrű, tartalmas leves lesz. Miközben átmelegítjük a babbal és a kelkáposztával, jöhetnek a zöld fűszerek, ugye azok eszméletlen sokat fognak azért majd rajta dobni, úgyhogy egy olyan 10 levél bazsalikom, így ahogy van egészben, ezt igazából nem is kell aprítani, ugye szépen össze fog majd esni a leves saját hőjétől, és hát ízben fantasztikusan sokat ad hozzá. Plusz ugye még van a zellernek a zöldje, az is ugye frissen is,
Jöhet hozzá, egy picikét meg szoktam egyébként tartani a díszítéshez, ugye a tetejére még ezt is rá fogjuk szórni, zöldek gyönyörűen összeesnek, és a parmezánnak az egyik részét azt már ilyenkor hozzá szoktam tenni, és a másik részét pedig tálalásnál mindenki a tetejére szórja magának, hát friss bagettel a legfinomabb ez a leves. Hogyha szeretik a csípős ételeket, én nagyon szeretem, akkor ebbe is nagyon jól passzol egyébként még vagy néhány csepp bármilyen csípős paprika, paszta vagy krém, vagy esetleg egy kis friss csili is. A leves ezzel gyakorlatilag kész, tálalásnál kis parmezán és friss bagett jár hozzá. Mizutálóak a matulat. Steve Steve-t mit üzik a mizutálóak a háta? Játék, mit üzik? De az étes mit fogom nézni? Eti előtt a Quipux mixi. Jó etapú. Egy umia, jó etapú espresso kávé főző.